Egyedi, festői hatású grafikákat készít. Pálcrajzokat ecsettel lavírozott technikában. Ezeket a hatás kedvéért tépi, gyűri, néha domborműszerűvé alakítja. A környezet hétköznapi jelenségeire felel, elbeszélő módon. Olvashatjuk Sütő Petre Rozáliáról a Magyar Festők és Grafikusok adattárában. Számos kiállítással és díjjal büszkélkedhet. Tanítványai elnyerték az Európai Parlament legmagasabb díját. Életútjáról, műveiről, hétköznapiról faggattuk a Martonvásáron élő képzőművészt. Nagy Galambfalvi vagyok, Kányadi Sándor bácsi szülőfalujából való tulajdonképpen, és ez a tény sok mindenben meghatározta a további életemet. Már pici gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem rajzolgatni, festegetni, úgyhogy a szüleim korán rájöttek arra, hogy tulajdonképpen erre születtem, ahogy ők mondták, azóta is így mondják. És nyolcadikos koromtól kezdve bekerültem a Marosvásárhelyi Szépművészeti Gimnáziumba, és 5 évig jártam ott érettségiztem, azután pedig a Kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskola grafika tanszakát végeztem el 1976-ban. Nagyon jó tanáraim voltak már középiskolás koromban, olyan tanárok, akik nem csak Erdélyben ismerték meg a művészetet. Elsők között említeném Bordi Gézát, vagy az öreg Barabás, de fiatalabb korosztályból Barabás Éva és a korán elhunyt Nagy Pál grafikus művész, akinek életmű kiállítását itt Magyarországon is több helyen bemutatták. Már ott egy nagyon jó gárda alakult ki, fiatal tehetséges emberekből, akikkel aztán együtt tovább jutottunk Kolozsvárra, és magyarul végeztem. Azon szerencsések közé tartozom, akik végig magyarul tanultam mindent, tehát tulajdonképpen románul meg se tudtam tanulni tökéletesen, és eléggé sok hátrányom is származott ebből kifolyólag. A férjem nagybányai születésű, már ott volt egy kisebb lakása, és így kerültünk oda, de talán befolyásolta a döntésemet a nagybányai festőtelep híre is, aminek már, mikor oda kerültünk, nem sok nyomát láttuk, de elég sok képzőművész került Nagybányára meg környékére, köztük fiatalok is, tehát akkor ilyen korosztályon beli, nagyon sok magyar élt még Nagybányán, abban az időben sajnos azóta áttelepültek, vagy pedig a világ minden tájára szétszóródtak. Tulajdonképpen erre a korszakra, a nagybányai korszakomra esik ez a gyereknevelési periódus, de aktív kiállítóként ismertek ott is. Több kiállításon volt Nagybányán kívül az ország magyar lakta településein. Összevetve az ottani nagybányai festészeti vagy művészeti életet az itteni magyarországi művészeti élettel, lehet-e összehasonlítást tenni, és milyen különbségek vannak? Hát ez a nagybányaiság azt jelentette ott számomra, hogy szabadúszó művészként megéltem abban a nagyon rettenetes Ceausescu korszakban is, de itt viszont egyáltalán nem lehet megélni ebből. Úgy csak dolgozgatok a saját magam számára tulajdonképpen, és abból élek, hogy tanítok, hogy képzőművész tanár vagyok. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben annak idején a képekből lehetett megélni? Igen, a képekből is, meg iparművészeti tárgyakat tervezgettünk, amit hivatásos képzőművészekként be lehetett adni az ország különböző galériájába, ahonnan majd havi bevételre tehettünk szert. Talán azért, mert nem volt más áru, amit külföldre lehetett ajándékba
vinni az akkor már elszármazott, vagy emigrált rokonoknak, vagy barátoknak, és mindig képeket vettek. És megvolt az ára a képeknek. A kitelepülésre hogyan került sor? Láttuk, hogy hogy tűnnek el körülöttünk a magyar emberek, és mennyire szűkülnek a lehetőségek a gyerekeink számára, hogy számolják fel a magyar iskolákat. Ugyanakkor még ellenisták voltak, a harmadikos meg hatodikos volt a két lányom, akkor, de láttuk, hogy egyre kevesebb és kevesebb a magyar osztályok száma, és attól féltünk, hogy teljesen elrománosodik már a következő generáció, és úgy gondoltuk, hogy idejébe el kell onnan jönni, mert ez nem vezet jóra. Minden bútort, meg minden tárgyat áthozhattunk, ami a lakásban volt. Tehát mikor átjöttünk, itt volt a férjem, a gyerekeim, itt voltak, és a körülöttünk levő tárgyak, azok mind jöttek velünk. Tehát nem éreztem, számomra nem volt megrázkodtatás. Örültem, hogy végre magyarul beszélhetek mindenhol. Nem lehetnek gátlásaim ilyen téren, és nem mondják nekem, hogy mindenki azt hitte, hogy mindenki, ha egyetemet végzett, akkor az már tökéletesen kell annak tudnia románul, és el is várták, hogy az állam kenyerét, román kenyeret eszel románul, tessék megtanulni perfekt módra, de hát. Mikor történt ez az áttelepülés? Ez 89. februárjában, most lesz 12 éve. Februárban. Mennyire lettek martonvásáriak? Hogy érzi? Én úgy érzem, hogy befogadtak. És én ezt éreztem az első pillanattól kezdve. Egy év múlva már állást ajánlottak a meglévő művészeti iskolában, hogy indítsak be egy képzőművészeti tanszakot. És 8 évig tanítottam ott tavaly. Ősztől vagyok itthon magántanárként, dolgozom. A gyerekekkel jelentős sikereket is értek el már. Hát szerintem tulajdonképpen ezért érdemes csinálni, mert rengeteg tehetséges gyerek van, és én amúgy is szeretek gyerekekkel foglalkozni, sokat lehet tőlük tanulni, úgy érzem, sokat is tanultam. Hogyan jellemezni a saját képeit? Igen, tulajdonképpen vannak ilyen madaras korszakaim, amikor úgy főleg a madarak hihetnek meg, vagy a lovas korszakaim, vagy pedig a jurtás sorozatomról ne is beszéljek, abból is 9 készült el, de állandóan még mindig úgy érzem, hogy van mondani való ebben a sorozatban. Ez tulajdonképpen a 100 éves, meg az 1100 éves évforduló kapcsán merültek fel bennem ezek a témák, és nagy lelkesedéssel estem neki a történelem könyveknek, és azóta is főleg ezek foglalkoztatnak. Mennyire tudod bekapcsolódni a megye művészeti életébe? Nekem kicsit furcsa, hogy túl kevésnek tartom a megyei megnyilvánulást. Itt is visszatérve Nagybányára, ott volt őszi tárlat, tavaszi tárlat, fiatalok kiállítása, akkor ilyen kör kiállítás, olyan, hogy állandóan voltak ilyen kiállítások, és az embernek kénytelenek voltunk minél többet dolgozni, mi mindig határidőhöz voltunk kötve. Most valahogy ez hiányzik. Hogyha a festészetében, vagy akár a magánéletében kívánni szeretne valamit, akkor mit kívánna erre az új évezredre? Egészséges életmódot, egészséges gondolatokat. És a művészet segíthet ebben? Szerintem igen, igen. Én úgy érzem. Tehát nem teljes befolyással, de részleteiben. Az embereket. Művészként vágyik-e valamilyen olyan kiállító helyre, elismerésre, barátságra, ami még nem adatott meg? Lehet, hogy fiatal koromban többre vágytam volna, de
most valahogy úgy érzem, és talán ezért is álltam le, hogy most elég az, hogy az ember dolgozik, és dolgozzon, és dolgozzon, és dolgozzon. Nem baj, hogyha 4-5 évvel ezelőtt megpróbáltam bejutni egy műcsarnokbeli kiállításra, és nem sikerült, és azelőtt se, és azután se adtam be ilyen országosokra. Tehát akkor valamikor még ott tartottam, hogy hát jó lenne itt is, mert Romániában magyar képzőművészként úgy éltem, hogy bármilyen országosra bevettek. És itt pedig egyszer-kétszer próbáltam meg, és nem sikerült bejutni. Nem próbálom meg, fölöslegesnek tartom, mert csak az energiámat veszítem vele. Én azt mondom, hogy dolgozni kell, és minél többet. Thank you.